Köszöntöm a stúdióban dr. Magyar György ügyvédet. Jó reggelt kívánok, ügyvéd úr! Jó reggelt kívánok! Skype-on beszélünk ezúttal is, reméljük, hogy már jövő héten személyesen tudunk találkozni. Hát első témák mindenképpen a parkolás, hiszen szombaton megjelent egy rendelet, miszerint este 7 és reggel 7 között a parkolóházaknak át kéne adni ingyen és bérmentve a környéken lakóknak a parkolóhelyet. Igen. Valóban ez most fog vizsgázni, ez az elképzelés. Megmondom őszintén, van vele egy kis probléma úgy a gyakorlatban, mint a jogi elméleti oldalát nézve, mert ha nem csak azt a szempontot veszük figyelembe, hogy segíteni kell a parkolási gondokon, hanem azt is figyelembe kell vennünk, hogy kinek veszük igénybe ilyenkor a tulajdonát. Mi van azokkal a garázsokkal, mi van azokkal az üzemeltetőkkel, azokkal a parkolóházokkal, akik ilyen P plusz R parkolással összefüggésben eddig megállapodásban voltak különböző gépkocsi használókkal. Tehát az ő érdekkörében mindenképpen föl fog merülni egy kompenzáció szükségesség. Nem tudom úgy elképzelni ezt a rendelkezést érvényesnek, hogy azokat, akik ebből a szempontból arra köteleznek, hogy adják át éjszakára a parkolóhelyeiket, azoknak ne kelljen valamiféle kompenzációt fizetni. Ez első körben a főpolgármester úrnak volt az ötlete, én úgy tudom. Ők ezt a dolgot nem járták körbe? Én azt gondolom, hogy az ötlete az övé lehetett, és a kormány átvette, és a kormány van abban az állapotban és abban a helyzetben, hogy a legkülönfélebb kormányzati rendelkezéseket hozzák, tehát a felelősség átszáll a kormány rendeletekkel kapcsolatosan az államra. Tehát az ötleteket be kell fogadni, én azzal teljesen egyetértek, hogy akár ellenzéki valaki, akár kormánypárti valaki, akár csak egyszerűen normális ember, és vannak gondolatai, ami segít a probléma megoldásán, akkor azt fogadják be, járják körbe, nézzék meg ennek a hatását, mi lesz akkor, ha bevezetik, hogyan és miként fogják alkalmazni, és mik a következményei, nem csak az autósokra nézve, hanem azokra nézve is, akiknek a tulajdonát vagy az üzemeltetési jogát ebből a szempontból korlátozzák. Ezt jogilag úgy kell felfogni, mint egy kis sajátítást, tehát megítélésem szerint kártalanítani kell azokat, akiknek ilyen értelemben igénybe veszik a szolgáltatási felületeit, ugye? Nem létezik például, én emlékszem, a régi világban volt egy olyan időszak, hogy az egyik utcában nem tudott behajtani a kukás autó egy héten keresztül, azért, mert felbontották az utcát, építkezések voltak. A lakók ott maradtak szemétszállítás nélkül. És amikor elmúlt ez a veszélyállapot, akkor kompenzálták őket. Mert addig is meg kellett oldaniuk a szemétszállítást, saját gépkocsival cipelték, ezt csináltak, azt csináltak. Tehát megoldható az a kérdés, hogyha igénybe kell venni valakinek a szolgáltatásait, akkor azt váltsák meg. Úgy hívják ezt, hogy kártalanítás. Ugyanúgy, mint a kisállításnál. Következésképpen közösen kell viselni a terhet. A járványról ilyen értelemben nem tehet senki, ugye? Az autósoknak is, a városlakóknak, az államnak, aki a rendelkezéseket hozza, és az üzemeltetőknek is meg kell felelni. Másik példa, hogy közérthető legyen, amikor annak idején volt a devizahiteles problémakör, fölmerült, hogy kinek a hibájából kerültek az emberek olyan helyzetbe, hogy eladósodtak, ugye, a devizahitelek kapcsán. És a végső megoldás egy ilyen közös kárviselés volt, viselni kellett egy adag felelősséget a bankoknak, mert nem adtak esetleg teljes körű tájékoztatást, egy adag felelősséget viselni kellett annak, aki felvette a hitelt, és nem volt esetleg eléggé körültekintő, és a harmadik az állam, akinek ilyen rendelkezési következmények folytán be kellett szállnia a kárfelelősség oldaláról. Itt ugyanezt tudom elképzelni, hogyha az a közös érdek, hogy ne legyen annyi autó, és a lakók éjszakára bevihessék az autóikat azokra a helyekre, ahol nem találnak egyébként helyet ennek összefüggésében, kapjanak valami kártalanítást. A múlt héten volt egy elég nagy félreértés, meghosszabbították a veszélyhelyzet idejét, ugye? És ezáltal mindenki azt gondolta, hogy akkor a korlátozások is maradnak egészen február elejéig. Itt mi volt a probléma? Ez egy kommunikációs baki, vagy hogy lehet ezt félreérteni? Tehát ilyen helyzet még nem volt, ugye? Tehát ezt mindenki tanulja. Az is tanulja, aki a jogot alkotja, az is a tanulja, aki a jogot alkalmazza, és itt van a lakóság, akinek jogos igénye van arra nézve, hogy teljes körül legyen a tájékoztatás.
ha a tájékoztatás nem teljes körű, akkor mindenki elkezdi saját maga érdekeinek megfelelően értelmezni a jogi rendelkezéseket. Tehát mi a megoldás? Az a megoldás, hogy egyértelmű jogszabályokat kell alkotni, világosakat kell alkotni, és végrehajtható jogszabályokat kell alkotni, mert ehhez lehet igazodni, és ezt lehet betartani, és betartatni. Ha elvárjuk az állampolgároktól, hogy legyenek közreműködőek, akkor tessék szeresen őket teljes körülön tájékoztatni mindenről, mi várható, mi nem várható, mi az, ami vonatkozik rájuk, mi az, ami nem vonatkozik. Én azt el tudom képzelni, hogy időszakonként felül kell vizsgálni a rendelkezéseket, például a parkolást is. Visszatérve egy mondat erejéig a parkolásra. Nem tudom, hogy jó döntés volt-e ingyenes parkolást engedélyezni. Mennyi az előnye, mennyi a hátránya? Lehet, hogy 20 nap után felül kell vizsgálni és megnézni, hogy nem árt-e többet, mint amit használ a környezetvédelemmel, vagy a parkolóhelyek keresésével összefüggésben. Itt ugyanez a helyzet. Meg kell tudni mondani az embereknek, hogy mire számíthatnak, mik azok a tiltó rendelkezések, amik hatályban vannak, és mi az, ami az életváltozása vagy a pandémiai helyzet változása okán szükségszerűen megváltozik. Minden televíziónak, minden internetes felületnek, minden rádiónak, minden nyomtatott sajtónak, és minden kommunikációs beszélgetésnek tartalmává kell tenni, hogy az emberek lássák, hallják, hogy mi az, ami vonatkozik rájuk. Nem kell, hogy értsék, mi az a veszélyhelyzet. Nem kell, hogy értsék, hogy mi az az egészségügyi veszélyállapot, mi az a különleges jogrend. Nem kell őket erre feltétlenül megtanítani, de arra igen, hogy este 8 órakor menjen haza, és ne tartózkodjon az utcán, és hajnali 5 óráig ne jöjjön onnan elő. Ezt meg kell velük értetni. És ugyanez a helyzet a teszteléssel, ugyanez a helyzet a távolságtartással, és minden ilyen rendelkezést olyan formában kell meghozni, hogy azt mindenki értse, és inkább tudatosítson. Nem feltétlenül kell mindig a migránsokra hivatkozni, és nem kell feltétlenül minden politikai alapon kezelni. Egyszerű, humanitárius, emberi oldalról az emberek értelmesek, okosak, megértik, ha nekik elmagyarázzák, hogy mi miért. De mint ön is említette, ezt mindannyian tanuljuk közösen, ennek a problémának a megoldását. Másik téma a vétó. Ugye az EU jogállamisághoz kötötte a pénzek kifizetését, és ezt vétózta meg Magyarország és Lengyelország. Európában talán, ugye, jól mondom, ez a két állam volt, akik megvétózták ezt a dolgot. Mi lesz ebből? Hát a két álláspont viszonylag világos, és úgy is tűnik most, hogy megmerevedett. Nem tudom, hogy melyik tartható, de én azt gondolom, hogy egy közösségi tevékenységgel és egy közösségi életformával összefüggésben alkalmazkodni kell. Az egész Európai Unió a kompromisszumokra van kitalálva, és nem arra, hogy vitákat kezeljen, és azokat, akik nem akarnak a többséggel együtt gondolkozni, vagy együtt cselekedni, azokat különböző retorzió vagy szankció alá vonni. Nem erre van az Európai Unió felkészülve. Következésképpen kompromisszumot kell találni, mert itt vannak ellentmondások. Az egyik ugye az, hogy szeretnék a jogállamiságot olyan értelemben figyelembe venni, hogy ne történhessen meg olyan, hogy mondjuk egy holland vagy egy német adófizető azt lássa, hogy Magyarországon vagy Lengyelországban azokat a pénzeket, amiket fölvesznek az Európai Uniótól, nem egészen átlátható módon, nem transzparens módon használják fel. Vannak olyan jelzések, hogy ezekben az országokban a barátok és a haverok könnyebben jutnak pénzhez, és nem feltétlenül arra a célra használják, ami a társadalom közösségi érdeke. Ennek az ellenőrzését akarja az Európai Unió többsége megvalósítani. Ezért mondották azt, és fogadtak el teljes körűen egy úgynevezett jogállamisági mechanizmust. Ezzel egyet kell érteni. Hát minden normális ember belátja, hogyha valamire odaadja a pénzét, szeretné látni, hogy azt tisztességesen használják-e fel, nem viszi-e valaki haza, vagy használja fel olyan család módon, ami átláthatatlan és nem biztonságos. Tehát én azt gondolom, az Európai Unió többségének az az álláspontja, hogy legyen átlátható, elfogadható álláspont. Ugyanígy megítélésem szerint Magyarországnak, ha nincs félnivalója, be kellett volna lépnie már régen az Európai Ügyészség rendszerébe, azért, hogy ellenőrizhetővé váljon a tevékenysége. És jól mondta a frakcióvezető, a néppárti frakcióvezető, a német Weber. Azt mondta, hogy ha Orbán Viktoréknak nincs félnivalójuk, mert nálunk tisztességes a bírói eljárás és független, és a média pluralizmus is működik, akkor nyugodtan aláíratja ezt, mert nincs mitől tartani. Ezzel szemben a magyar álláspontot, ha jól értem, úgy kell értelmezni, hogy azért nem lehet jogállamisághoz kötni a pénzek kifizetését, mert a jogállamiság egy elvont fogalom,
és nincs definiálva. Hát ez butaság. Magánvéleményem az, hogy butaság. Mert az Európai Unió alapkartája teljesen világosan meghatározta, mik az európai alapelvek, és ezek között mit értünk jogállamiságon. A jogállamiságot újra és újra nem kell definiálni, legfeljebb a jogot értelmezni kell és korszerűsíteni kell. Jogfejlődéssel összefüggésben, de az alapértékek nem változnak. Tehát megítélésem szerint álságos arra hivatkozni, hogy azért nem kell a pénzek kifizetését összekötni a jogállamisági feltételrendszerrel, mert nincs definiálva a jogállamiság fogalma. Nagyon sok jogi kategória nincs pontosan definiálva, mert az életviszonyokat a jog követi, és a jog ezeket megfelelő módon képviseli. Értem. Amikor mi van abban az esetben, hogyha ezt a vétót nem vonja vissza Magyarország? Mi történhet? Arra is van gondolom megoldás, mert akkor megkeresik azt, hogy azok az államok, amelyeknek rettenetesen nagy szükségük van ezekre a segítségpénzekre, akkor az egyik fele ennek a pénznek megoldható esetleg bilaterális, vagy több országon közötti megállapodásból származó megállapodások alapján is nem egy központi hitelfelvétellel, hanem más tartalommal megkötik a szerződést a tagállamokkal külön-külön, hogy hozzáférhessenek ezekhez a segélypénzekhez. A másik a költségvetés, ugye? Az Európai Unió 7-es éves költségvetési ciklusokat határoz meg. Ha nem fogadják el, mert vétó van, akkor belép az a rendelkezés, hogy a 2020 alkalmazású időszakot kell átvenni, nem születik meg az új nagyságrend, és ameddig a vita fönnáll, addig a régi szabályok szerint fogják folyósítani a pénzeket. Tehát igazi hátrány nem éri az embereket, csak nincs meg az a bizonyos kompromisszum, nincs meg az a közös egység, ami megítélésem szerint egy Európai Unióban nagyon fontos, hogy meglegyen, és amikor Magyarország vállalta, hogy belép az Európai Unió klubjába, vállalta ezeknek a szabályoknak az alkalmazhatóságát. Nem látom értelmét ennek a vétónak, ha csak nem politikai értelme van, és nem azt akarjuk bebizonyítani, hogy mi olyan határozottak vagyunk, és nekünk akkora magas a szuverenitási érdekkörünk, hogy nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni, hogy minket Brüsszel irányít. Hát Brüsszel nem irányítani akar, egységet akar, és olyat akar megteremteni, hogy azoknak az államoknak, amelyek rászorulnak, minél előbb legyen meg a segítség. Másik oldalon pedig azt várja el, hogy figyelni lehessen arra, hogy az európai pénzek tényleg tisztességesen kerülnek felhasználásra. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetésünket is, jövő héten találkozunk. Mi pedig búcsúzunk mai műsorunk végén. Most következik a híradó, holnap pedig Péter várja önöket reggel 7:15. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!